Üdvözlöm a Weekend nézőit! A mai adás a nőnap jegyében nőkről fog szólni, de nem a megszokott smink és hajtémákat dolgozunk fel. Lesz tánc, tojásfestés, fogyás, önvédelem, sport, és még sok minden más női szemmel, és mi az, amit minden nő szeret? Természetesen a virágokat. Inzulin rezisztencia, fogyás és gyermekvállalás. Hogy mi a kapcsolat ezek között, arról Árgyelen Marton Edinával beszélgetünk. Szia Edina, jó estét! Szia, jó estét! Hát szerintem egyre többen ismerik már ezt a kifejezést, és nem igazán tudják, hogy ez egy betegség, vagy egy állapot, egyáltalán ki lehet ebből gyógyulni, vagy elég egy életmódváltás. Te mikor találkoztál először ezzel a kifejezéssel? Én tavaly előtt évvégén találkoztam először ezzel, amikor is már majdnem másfél éve próbálkoztunk a férjemmel, szerettünk volna kisbabát. Nagyon sok kivizsgálásra mentem el, és végül is ez a 3 pontos cukorterhelés azt mutatta, hogy inzulinrezisztenciám van. És akkor teljesen kétségbe estem, és elkezdtem utána olvasni, hogy mi is ez, mert pont szilveszter előtt voltunk, és az orvos csak januárra adott utána időpontot. Ugye ilyenkor jön az internetes öngyógyítás, vagy legalábbis a tájékozódás. Hát gondolom, hogy ennek ugye hatalmas irodalma van a neten. Mi volt a legelső dolog, amit elhatároztál? Alapvetően is mindig úgy állok az ilyen dolgokhoz, hogy vagy nagyon rendesen csinálom, vagy nem. Úgyhogy tudtam, hogy miután konzultálok az orvossal, akkor másnap bele is vágok ebbe az egészbe. Ugyanis ő elmondta, hogy életmódváltással, mozgással, megfelelő táplálkozással, illetve gyógyszeres kezeléssel ez abszolút helyreállítható. Nem gyógyítható, de szinten tartható. És igazából január 3-án voltam orvosnál, január 4-én belevágtam az életmódváltásba, és február közepén meg is fogant a kisfiunk. Úgyhogy... Ez azért elég gyorsan ment. Igen, én a szerencsésebbek közé tartozom. Vannak, akiknek sokkal többet kell várni, vagy több szövődmény alakul ki, súlyosabb a helyzet. Ugye mindennek, ha lehet mondani, egy ilyen, amellett, hogy ugye a cél maga a kisfiatoknak a világra jövetele, ez volt a legfontosabb és a legcsodálatosabb velejárója az életmódváltásnak, azért hát női szemmel volt egy másik, mégpedig az, hogy te egy elég jelentős mennyiségű fogyáson vagy túl. Tehát amikor decemberben ugye megtudtad, hogy ez a bizonyos inzulinrezisztencia rád jellemző, akkor hány kilóval voltál? Hogy most direkt nem kérdezem meg, hogy hány kiló voltam, mert szerintem ez ciki, vagy nem ciki, hát igazándiból nem is ez a lényeg, hanem hogy mennyivel voltál több, mint most? Hát 27-tel voltam több, mint most, az azt jelenti, hogy 3 számjegy volt. Húha, és te ezzel hogy is mondani, valaki ezzel tök jól együtt van, tehát azt mondja, hogy ekkora vagyok és kész, így is szeret a párom, ez nem probléma. Igen, alapvetően én sosem voltam vékony alkat, viszont azt gondolom, hogy az a legfontosabb, tehát 2 dolog fontos ebben, az egyik az, hogy az ember jól érezze magát a bőrében, illetve az, hogy egészséges legyen. Nekem akkor nagyon egyik sem volt, de így mindig elodáztam, hogy majd, meg belevágtam ilyen különböző fogyókúrákba, de aztán valahogy úgy maradt az egész. Még ez is, hogy egy magas csaj vagy, gondolom, hogy sokan mondták, hogy jó, de hát magas vagy, igen, nem olyan sok ez, eloszlik rajtad. És a párod mit mondott? Hát ő ugyanúgy szeretett akkor is, meg most is, viszont ő végig támogatott, tehát nélküle nem ment volna, mert ő is ugyanúgy csinálta velem, nem kellett külön főzni. Tehát ő nem volt inzulinrezisztens, de jó fej volt, és azokat tette, amiket. Így van, és akkor ő is fogyott velem. Fogyott ő is egyébként. Mennyit? Hát ő is több mint 20 kilót körülbelül.
De tényleg nélküle nem ment volna. Mennyi idő alatt sikerült ezt a majd 30 kilót leadnod? Hát tavaly januárban kezdtem el, februárban terhes lettem, és igazából a terhesség alatt nem változott a súlyom, mondjuk terhesség alatt is mozogtam, de nyilván szakember felügyelete mellett. Tehát a baba nőtt, növekedett? Igen, igen. És utána végül is 24 kilóval voltam kevesebb, mikor kijöttem a kórházból, mert ugye addig nem tudtam pontosan, hogy mi a helyzet, és akkor azóta még ez a néhány kiló is lement. És mit jelent, mennyire fontos a mozgás? Ugye azt szokták mondani, hogy a legfontosabb az étkezés, és kb. 20% a sikerben a mozgás. Te hogy látod ezt? Az inzulin rezisztenciában nagyon fontos az, hogy mozogjon is az ember rendszeresen, mert ezzel is ad egy nagy löketet ennek az egésznek, hogy szinten tudja tartani. Illetve hát jó érzés, most is hatalmas izomlázom van egyébként, mert tegnap voltam edzeni, és ott lehet, hogy nagyon izzasztó, de egyébként nagyon jó érzés. Gyakorlatilag ugye ezt nem lehet úgy csinálni, hogy most akkor megvan a siker, ledobtál 20-valahány kilót, és akkor most már ülsz a babérjaidon, mert ahogy mondtad, igazándiból nem lehet meggyógyulni, tehát egy életmódváltozás kell, amit egész életed végig vinni kell? Tulajdonképpen igen. Én a terhesség alatt nagyon szigorúan csináltam, minden gramra kimértem. Most már szemre is megy, szóval nem mérek ki úgy mindent, de igazából napi 5-ször eszem, nem vagyok éhes, jól érzem magam. És hogy van ez most, hogy már ugye ideális testsúlyod van, gyakorlatilag eznek a szinten tartása a cél, vagy hogyha ugyanúgy folytatod, akkor esetleg már akaratodon kívül is még lejjebb fog kúszni a mérlegnek a nyelve? Nem, most már sokkal inkább egy kicsit az alakformálás a cél, de nem a fogyás. Tehát akkor most már nagyon jól érzed magad a bőrödben. Most nagyon jól érzem magam a bőrömben, igen. Gondolom, hogy a te példád azért nagyon sok embernek ad újabb inspirációt, vagy esetleg alapból egy hitet, hogy ezt meg lehet csinálni. Van is különböző ilyen fórum oldal, illetve közösségi oldalon csoportok, ahol egymást támogatjátok. Nem tudom, hogy ilyen statisztikákat olvastál-e, hány hasonló állapotban élő nő van Magyarországon, aki számára nem csak a csinosodás, hanem a baba vállalása legfontosabb szempont, ami miatt belevág ebbe az életmódváltoztatásba. Nem tudok pontos számokat, viszont azt tudom, hogy én például nagyon szégyeltem ezt az állapotot, mikor kiderült, és nem is szívesen beszéltem róla, és egyébként pont ezért néhány hónappal az életmódváltás után csináltam egy Instagram oldalt, ami igazából arról szól, hogy feltöltöm, hogy mit teszem, mert az is nagy segítség, illetve ott elmeséltem a sztorimat, és látom, hogy mennyi embernek segít, mert igazából nagyon nehéz átlátni ezt az egészet, hogy pontosan mikor, mit lehet, mit tilos, mit szabad, tehát ezt nagyon nehéz átlátni, és ezzel próbálok én is segíteni egy kicsit, mert igazából tudom, hogy sokszor nagyon nehéz hónapról hónapra várakozni, hogy mi történik, de van remény. És hát ugye abszolút hiteles vagy, jól vagy, csodálatos anyuka és egy szép családnak a koronája, végül is a hölgy tagja. Hát gratulálunk, és reméljük, hogy sok-sok követőnek segíthetsz majd, akár az Instagramon, akár személyesen. Köszönjük, hogy itt voltál, boldog nőnapot! Köszönöm szépen! Kedves nézők, az edzős és a konditerem, valamint a jóga mellett a fogyni vágyóknak a tánc is megoldás lehet, például a néptánc. Stábunk a 22. Vécsei Vásárhelyi Országos Kamara Néptánc és Népdal Éneklési Versenyen járt. Közel 300-an állnak itt ma színpadra, kicsik és nagyobbak énekkel és tánccal. Milyen létjogosultsága van szerinted egy ilyen rendezvénynek?
Ez kérdés a 22. alkalommal, hogy 300-an eljönnek. Szerintem ez nem is kérdés, hanem ez egy tény, egy öröm. És hát hogyan lenne létjogosultsága ma Magyarországon, amikor a nemzeti kultúra továbbéltetése, ez egy olyan óriási cél, feladat és lélek, amit ezek a gyerekek képviselnek, és a pedagógusok, hogy ennek óriási a létjogosultsága, és hát nagy hittel, szeretettel készülnek erre minden évben a gyerekek, és ez a 22. alkalom, az már gombócból is mennyiség, hát még alkalomból, és hogyha összeadjuk egyszer, számoljuk, hogy a 22 alkalommal hány száz gyerek volt itt, hát bizony az is egy óriási mennyiség. És hát az a fantasztikus, hogy itt sétáltam a megnyitó előtt, és pedagógusok mondták, hogy az egészben az a jó, hogy találkozunk egymással. De azért mégiscsak egy versenyről van itt szó. Milyen felkészülést igényel a gyerekek részéről? Mennyit készülnek erre? Szerintem ez változó. Van, aki a múlt héten kezdett el készülni, van, aki már hónapokkal ezelőtt elkezdte. Ez a csoport életének egy fontos állomása, de nyilván úgy kell megvalósuljon, hogy ez egy kamara jellegű produkció, tehát nyilván valamelyik nagy csoportból válogatott gyerekek jönnek ide, tehát muszáj, hogy a nagy csoport élete is tudjon működni és létezni, és ezen belül egy kisebb kamaracsoportnak is, hát ez plusz feladatot jelent. Van, aki meg tudja oldani, hogy differenciáltan az óra közben, hogyha van egy táncos párja, akkor tud velük készülni, de azért rendszerint ez külön alkalmat jelent. Tehát a gyerekeknek, szülőknek egy picivel több feladat, hiszen esetleg egy hétvégi próbán kell összeállítani ezt a koreográfiát. Ugye rengeteg korcsoportra osztjátok a gyerekeket. Melyik korosztály a legaktívabb, amikor egy ilyen jellegű versenyről van szó? Hát mindig a kicsik. Ugye ők azok, akik nagyon-nagyon szeretnének minél többen szerepelni, megmutatni magukat, de aztán kiteljesedik ez, mert most olyan arányosnak tűnik a különböző korcsoportból érkező fiatalok, illetve csoportok koreográfiák száma. Talán a népdalosoknál a csoportos kategóriában kevesebb jelentkező érkezett az idén, de az is nagyon érdekes, hogy minden évben más és más az arányszám. Nyilván sokszor a betegség is közbeszól, de van, amikor kétszer ennyi népdalosunk volt, mint az idén, de most is nagyon sokan vannak, tehát egy teljességgel változó. És hogyha beszéltünk korosztályokról, akkor beszéljünk egy picit a nemekről is. Ugye főleg a tánccsoportoknál jellemző az, hogy hát sok a lány, kevés a fiú. Hogy álltok e tekintetben? Azért a három párt nagyjából ki lehet állítani, úgyhogy legyen annyi fiú, ahány lány. De van olyan szempont is, hogy lehet, hogy nem a fiú páros a legügyesebb, hanem két lány páros. Ilyenkor ugye a lánynak föl kell vállalni a vezető szerepet, hiszen ez nem szokatlan a hagyományunkban, és akkor így is jöhetnek a csoportok. Tehát nincs megkötve a nemeknek az aránya. Van, ahol csak lányok vannak, volt olyan év, ahol csak fiúk jöttek, tehát olyan csoport készült. Tehát ez mindig az alkotó csoporttól, csoportvezetőtől függ. Azért gondolom, a zsűrinek nincs egyszerű dolga kiválasztani a legjobbakat. Milyen szempontok alapján szoktak értékelni a zsűritagok? Hát a zsűri is mindenképpen a zsűrinek az összetétele is meghatározó, mert hogy akárhogy is vannak nyilván kőbevésett szakmai szempontok, de azért ott van az ízlésvilág, ott van az, hogy a koreográfiáról mit gondolunk, tehát azért ezeket a művészeti ágakat nem lehet teljesen objektíven mérni, nem mérhető. Viszont nyilván fontos az,
hogy folklorisztikai hitelessége milyen a táncnak, milyen az öltözködés, az ének, nyilván az, hogy hogyan mozgatta meg a koreográfus a gyerekeket a térben, hogy mennyire élték meg azt, amit csináltak, mennyire az ő korosztályuknak megfelelő táncanyagot raktak a lábuk alá, hogy mennyire volt a zene és a táncnak az egysége, mennyire valósult meg a színpadon. Tehát ezek mind-mind fontos szempontok, úgyhogy gyakorlatilag majd csak azt mondom, mintha a felnőtteket néznénk, ugyanazok a szempontok alapján értékelik a gyerekeket is. Kinek a legnagyobb kihívás egy ilyen verseny? A gyerekeknek, a felkészítőknek vagy a zsűrinek? Szerintem a zsűrinek nem kihívás, mert nagyon sokat láttak ilyet. A gyerekeknek inkább nem a kihívást gondolom, hanem az élményt. Tehát, hogy ez egy óriási élmény. Persze izgalom, készülődés, egymást nézik, latolgatják, hogy mi lesz a végeredmény. Nyilvánvalóan ez egy nagy öröm és nagy izgalommal járó tevékenység, de nagyon szokták élvezni az itt létet. A pedagógusoknak talán az, hogy az ő felelőssége az talán nagyobb ebben a történetben, hiszen ő választja ki a gyerekeket, ő öltözteti fel, ő rakja a színpadra a koreográfiát, és hát nyilván a szakmai értékeléskor neki kell odaállni és meghallgatni, hogy mit mond a zsűri. A néptáncos lányok biztos, hogy sikereket élnek meg egy ilyen versenyen, és sikeres nő az is, aki évek óta működteti a Labor Cafét, vendégünk Fekete Éva. Szia, Évi! Hát így nőnap kapcsán ugye nem is ünnepelni szeretjük magunkat, mert úgy gondoljuk szerintem, hogy hát nem is tudom, hogy ez a férfiak dolga, de én valahogy úgy vagyok vele, hogy senki, mert hogy most vagy jó valami, vagy nem. De hát azért mégis egy picit úgy, ha az ember leül, akkor végig gondolja, hogy mi mindent csinál, és hogy ez valóban jó-e, rossz-e, sikeres-e. Egyáltalán téged maga a siker, mint olyan az így hajt, vagy érdekel, vagy az már csak vele járulja a munkádnak. Hát nyilván vannak kitűzött céljai, mert azok visznek ugye előrébb, évről évre, hónapról hónapra, de az a fajta személyes ambíció, ami mondjuk azért zajlik, hogy az ember titulust vagy vagyont halmozzon fel, ez egyáltalán nem vonz. Én azt tartom igazán sikernek, és azért is foglalkozom azzal, amivel, ami nem csak az én életemre van pozitív hatása, hanem minél több emberben hagy nyomot, minél több embernek az életébe hoz pozitív változást. Úgyhogy ilyen értelemben sikeresnek érzem magam, még akkor is, hogyha ezt a sikert nem egyedül értem el, mert azt gondolom, hogy ez a célkitűzésem már mostanra is teljesült. Én úgy érzem, hogy nagyon sokaknak vagyunk hatással az életére, pozitív hatással. Igen, hát ugye a sikert például abban lehetne mérni, hogy hány önkéntest fertőztél meg az önkéntesség szellemiségével, akkor azt gondolom, hogy mindenképpen díjat érdemelnél. Hát lassan virágba borulnak itt a fák, amiért szintén ugye ti nagyon sokat küzdöttök, és hát a Labor Café új helyen várja majd azokat, akik szeretnének kikapcsolódni, részt venni ezekben a közösséget építő történésekben, programokban. Mi mindenre készültök most itt tavasztáján? A tavasz az nekünk egy nagyon fontos időszak mindig a Labor Café életében. Ekkor történik az, hogy már az emberek kezdenek egy kicsit kibújni a jó meleg cilinderből, és a tél után egy kicsit visszaevickélni
a közösségbe, és hát ahogyan mondtad, igen, mi nagyon sokat próbálunk tenni a saját körünkben azért, hogy a természetnek a védelmét segítsük. Most olyan programjaink is lesznek a március során, amikor konkrétan olyan tárgyakat fogunk előállítani, amik segítenek abban, hogy egy kicsit zöldebb legyen a háztartásunk. Csatlakoztunk a Greenpeace-nek a szütyő missziójához, és lehet nálunk készíteni bevásárló ilyen piacozós szatyorkákat, ilyen zsákokat, amik az egyszer használatos műanyagokat kiváltják. Ez lesz az egyik ilyen programunk, illetve a terveink közt szerepel, hogy a legutóbb betegség miatt elmaradt méviaszos szalvéta készítő workshopunkat is ebben a hónapban megismételjük, úgyhogy aki szeretne ezeken a programokon részt venni, az keresse meg a közösségi oldalunkat, és ne felejtsen el regisztrálni, mert ezeken a rendezvényeken minden eszközt biztosítunk, de csak annak, akiről tudjuk, hogy érkezik. Tehát az utcáról belépve már nem biztos, hogy hát egy-két darabot biztos, hogy meg tudunk oldani, de nyilvánvalóan, hogyha nincs elég jelentkező, akkor meg sem tartjuk ezt a workshopot. Azt gondolom, hogy már az is nagyon jó, hogyha valaki rá eszmél, hogy például ezzel is tud tenni a környezetért. Talán a másik dolog az lenne, hogy egy picit tudatosabban éljük az életünket, mert hiába vannak elkészített szütyőink, hogyha azok mindig a kocsiban maradnak, igen, vagy mindig otthon maradnak, és aztán mégiscsak azzal szembesülünk a boltba, hogy venni kell egy nem tudom hány ezredik. Hát jobb esetben, mert ugye nem nájlont vesz az ember, de hát akkor is gyűlnek ezek a fölösleges termékek. Persze egy nőnaptáján ugye nem csak nőknek ajánljuk például akár ezt a szalvita készítő workshopot. Mennyire lelkesek a fiúk? Egyre inkább. Tehát a mi környezetünkben, a mi közösségünk tagjai közt nagyon sokan vannak olyan fiúk is, akik felnőtt férfiak is, akik felelősséget éreznek a környezetük iránt, és akik tudatosan szeretnének élni. Én hallom ezeket a cinikus felhangokat, hogy nem a bambuszfogkefe meg a nájlonszatyor helyetti vászontáska fogja megmenteni a bolygónkat a pusztulástól, de én azt gondolom, hogy az ilyenfajta kicsi változások vezetnek a nagy változásokhoz is. Tulajdonképpen a laborkafét ez hívta életre, ez a szemléletmód, hogy mi azt gondoljuk, hogy a kicsi változások, a kicsi társadalomban okozott változások lesznek utána nagy változások is. Évi, lassan elfogy az időnk, és azért nem engedünk el anélkül, hogy gratuláljunk nektek, hiszen ismét egy díjat kaptatok, mesélj erről, mivel érdemeltétek ki. Még csak a jelölést kaptuk meg, a Social Marie nevezetű nemzetközi, hát közép-európai társadalmi innovációs díj, 5 ország 300 nevezője közül benne vagyunk abban a 34 szervezetben, akiknek a projektjét úgy gondolta a szakmai zsűri, hogy egy társadalmi problémára újszerű megoldást talált, úgyhogy május 1-én tudjuk meg, hogy a nyertesek között is ott leszünk-e. Na látod, én már előre. Itt valószínűleg egy kicsit felszínesen olvastam a híreket, de hát remélem, hogy a proféta szólt belőlem, és ott lesztek benne a dolgon. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves nézők, a laboros workshopok során akár a családkutatás is színesítheti majd a jövőben. Stábunk a Vasutas Művelődési Házban járt egy ezzel kapcsolatos előadáson. Hatodik alkalommal rendezték meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei családfakutatók találkozóját. Számos izgalmas elemzést és előadást hallhattak az érdeklődők, köztük a 15 éve családfakutatással foglalkozó Szigeti Nézékány Ilona tanácsait kezdőknek. Hiszen ki ne gondolkozott volna már el azon, kik lehetnek a felmenői, nincs-e eltitkolt vagy elfelejtett rokona. Egy szép grafikával ábrázolt családfa ajándéknak is kiváló, de ha szükséges, örökösödési, vagyonjogi pereskedésnél is felhasználható. Ha egy átlagosan bonyolult családtörténet kutatást veszünk alapul, az a profi szakemberek számára nem jelent kihívást. A teljes kutatás 1,5-2 hónap alatt el is készül. Ugyanez egy laikus családtag számára, aki csak hobbiból vagy kíváncsiságból vág bele, akár évekig is eltarthat. A Kárpát-medence országaiban, így hazánkban is, a zaklatott történelmi múlt miatt ráadásul sokan nem szeretnek beszélni fontos dolgokról, így gyakran már a nagyszülőknél homály jelentkezik. És a rokonokkal való beszélgetés sem a leghitelesebb forrás, hiszen folyamatosan felejtünk, és az idő sok mindent nem csak megszépít, meg is változtathat.
A legfontosabb források minden esetben az anyakönyvek. A legjobb az lenne, ha ezeket és a családfa kutatáshoz szükséges dokumentumokat a családi fiókokban megtalálnánk, de ez a legritkább esetekben van így. Ha kimerítettük a családi archívumot és a rokonokat is végigkérdeztük, jöhetnek a hivatalos lelőhelyek. Véleményem szerint az első lépés az, hogy a rokonságot végig kell járni, megkérdezni mindenkit, hogy milyen irata van, megnézni a fényképalbumokat, ki kicsoda, szóval ezzel kell kezdeni. Aztán saját tapasztalatból mondom, hogy mi a érintett temetőket is végigjártunk, és nagyon sok régi sírt megtaláltunk, és azon is vannak ugye adatok. Utána... Tehát ezeket be kell gyűjteni a rokonságtól, az iratot legalábbis lemásolni, és hát ez az első lépés. Utána lehet menni levéltárba, ahol elsősorban anyakönyveket kell nézni, de a levéltárban ugye nem csak anyakönyvek, vannak összeírások, meg egyéb dolgok, azokat is meg kell nézni. Nagyon fontos például a gyászjelentéseket is átnézni, mert a régi gyászjelentésekben szinte családfát írtak a búcsúzkodó hozzátartozókról. Hát aztán, ha nemesi vonalon kutat valaki, akkor az okiratokat, vagy nem is okiratokat, hanem a különböző okleveleket kell átnézni. Az okiratok is jók, mert különböző, tehát az interneten megtalálható, de hát a levéltárakban is, meg könyvtárakban is a különböző különböző ügyvédek iratai, például büntetőügyek, meg árvaszéki ügyek, meg stb. Ilyen iratok. És azokban is nagyon sok, lehet, hogy egy egyszerű ember, de mégis valamilyen formában szerepel. Jegyzőkönyvek, névjegyzékek, mert vannak ugye különböző települések névjegyzékei, vagy iparos névjegyzékek, ezekből is sok adatot lehet szerezni. És akkor ugye, hát, amit már kiderült, hogy a levéltárakba, könyvtárakba, múzeumokba és az interneten kell keresgélni. Ha most azt nézem, hogy a Facebookon is nem tudom hány ilyen csoport van, mint amilyen most itt a miénk, ahol vagyunk, és felvetik a kérdéseket, és akkor segítenek egymásnak. Tehát ismeretségek szövődnek, rokoni szálak kiderülhetnek. Én is családfakutatás során megtaláltam harmadfokú unokatestvéreket, akikről azelőtt nem is tudtam, és így most megtaláltam őket. Kedves nézőink, hamarosan folytatjuk a víkendet a második résszel, jótékonysági sporttal, hímes tojásokkal és állatvédelemmel, még mindig női szemmel maradjanak velünk.